A magyar és az ukrán delegációt vezető parancsnokok érkeznek a kapcsolattartási irodának helyet biztosító épülethez a Záhonyi határátkelő helyen. A legelső kapcsolattartási szolgálati helyet a magyar-osztrák határon Hegyeshalomnál adták át, még 2002-ben az ukrán határszakaszon ez az első ilyen jellegű fejlesztés. A mai napon egy régi kötelezettségünket teljesítjük azzal. Протягом сьогоднішнього дня ми виконуємо старий і дуже важливий для нас обов'язок. Hogy az ukrán határszakaszon is megnyílik az első közös kapcsolattartási szolgálat. A саме відкриття першого спільного контактного пункту на ділянці угорсько-українського державного кордону. 2012-ben Magyarország kormánya és Ukrajna miniszteri kabinetje aláírta azt az együttműködési megállapodást, ami meghatározta ennek a közös kapcsolattartási szolgálati helynek a megnyitása. A rendőrfőkapitány helyettes hangsúlyozta, a szolgálati hely a bűnüldözés hatékonyságának növelésében, a bűncselekmények megelőzésében, a felderítésében, valamint a magyar-ukrán határátkelőhelyek forgalmának ellenőrzésében nyújt segítséget. Az ukrán parancsnok arról beszélt, a fejlesztés segít operatívan megoldani a határőrizetben felmerülő kérdéseket, megakadályozni az illegális migrációt, a csempészetet és a terrorizmust. Ma együtt önökkel demonstrujmo черговий крок, megmutatjuk a soron következő lépést az realizáciai dorozsnyi karty az útvonal megvalósításában ukrajinsko-evropejskogo spivrobitnictva, ami az ukrán és az Európai Uniós együttműködést jelenti. Яка була створена на доручення президента України. Ezt meghatározták nekünk országunk vezetői. За підтримки уряду України. Amit Ukrajna kormánya is támogatott. За підтримки наших колег з Європейського Союзу. És az Unió. Числі і тих, які тут присутні. És az Európai Uniós kollégák is támogattak, azok, akik itt vannak ma jelen. Az éjjel-nappal működő szervezeti egységben Magyarország és Ukrajna rendőrségi és határőrizeti szakemberei, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai látnak el szolgálatot. A Záhonyi beruházás része a három magyar-ukrán határállomás fejlesztését célzó, több mint 2,3 milliárd forint költségvetésű, hatékony és biztonságos határ Magyarország és Ukrajna között című uniós támogatású programnak.